Sziasztok, kedves nézők! Ez itt a Mangó Rise, azaz Szilágyi László, Katók István és Barta Ákos. Az ok pedig, amiért most beszélünk hozzátok és nem éneklünk nektek, az az, hogy a Lackó nem kapcsolta ki a telefont. Szóval az ok az, hogy 2016-tól elindul a Mangó Rise TV. Szóval, a koncepció változik. Nem egy havonta kaptok majd tőlünk stúdiódalokat, hanem kettő. Viszont a köztes hónapokban műsort gyártunk nektek, 20 perces epizódokkal, amik, hogy miről fognak szólni, azt még nem áruljuk el. Viszont most nézzünk meg egy kis összeállítást 2015 legjobb pillanataiból. Pista indítja a sort. Pista, mi volt a te kedvenc élményed 2015-ben? Megy. Ilyenkor elhangzik a kérdés, te belefordulsz a kamerába, egyből, tehát amikor azt mondom, megy, te már fordulsz oda bele, és... Ha jól emlékszem, az, amikor Tatán sikerült ráinnom egy komolyabb antibiotikum kúrára, érzékenyen érintett a dolog. Nézzük meg! Mikor elgondolkodsz egy fehér vécé csésze felé hajolva hányva, elkezd remegni a kép. És imádkozol Istenhez, hogy ne ez legyen az utolsó pillanatod. Amit előre hajt, a szellem, a jellem még összetart. Csók, amit elkísér, az ágyad az enyémmel összeér. A költőt ne ítéld el, talán ő rá te mentális eleséggel. Tudd, hogy a hídben rejlik a jövő, ne rombolj, légy inkább álomszövő. Lackó. Atya f***. Jézus. A horgászat folytatódik. Ahogy láthattátok, Pistánk éjszakáin nem volt éppen könnyű. Így jár az, aki az antibiotikum kúrát welcome pálinkával és búcsú sörrel önti nyakon. Ráadásul másnap reggel a vidám szomszédság meghívja egy pálinkára, amihez tartás végett. Súlyos éjszaka volt. Az utolsó 48 óra szinte összes főétkezésén részt vettem. Csak visszafelé. És tudtam, ami most következik, abban nem lesz köszönet. De most vedd fel, tegyük meg, amit megkövetel haza. Ja. Na, spéci. Szia, utána mindig. Tiszteletünk. Gyertek. Átnéztünk. Levideózom, ahogy a haveromat megitatjátok. Ez lesz a legjobb, de amit tehetünk. De vajon Pista szerint is ez a legjobb dolog, amit tehetünk? Na most, figyelj, van egy kicsi ház ide olyan, hogy autentikus. Az itt jelent? Úgy, hogy én főztem ki, de hülye. Nem a pálinka főztében van, főztében nem fejem. Nem viccből van. Nem viccből. Na te mit iszol? Ugyanazt, amit a Pistának adsz. Nem én, nem is. Tegnap itt a szomszédok voltak, itt nem tudom, akik itt voltak, azok itt voltak, amit tegnap. Picit egy karikát tényleg. Te érted? Azt a kut... Hallod? Hát legnagyobb kortás csinálják az emberek. Tesó! Most csak én tehet. Itt hívnám fel a figyelmet a fürdősortra, amit gondosan fecskévé hajtott ez a tapasztalt horgászember. Bőj a kolbászodok. Figyelnek, meg olyan már a pálinkánk van, hogy ti meg akkor szartok. Leszarod, házi sajtos tallért! Házi sajtos tallért, nem ettél? Házi sajtos tallért. Figyelj, honnan vagy, pestiek vagy? Pestiek vagyunk, ha? Akkor ez az érme, megsültött közelőbb. Atya, úristen, nem fogok egy deka pálinkát meginni. Házi pálinka, yeah! Na, valamit nem kívánt a testem, az ez. Vendéglátóink hátat fordítottak, hogy maguk poharát töltsék tele. Ez alatt én a sajátomat elővigyázatosságból inkább kiürítettem. De felírom a nevüket, hogy meg tudjon nézni YouTube-on. Fogd meg! Nem, ez így. Ez volt az a pont, ahonnan nem volt visszaút. Pistát a biztos halálba taszítja majd a házi saját, és én nem tehetek semmit. Én közben iszom belőle egy kicsit. Nagyon jó, figyelj, csak most kocincsunk, ez óriási. Hát húzzuk. Fullos. Figyelj, fullos. Idén már nem lehet, úgyhogy csak éjjel főzök. Köszönöm szüleimnek, barátaimnak, zenésztársaimnak, s ennek a két remek horgásztársnak. Ágyai. Ez szőlő. Tehát a héja benne van, a magja benne van, rendesen a leve szőlő. Is. Ez rendesen meg a leve is. Tehát nem borpálat, mert csak a lé, nem törköly, mert csak a mag, héja meg a mag, hanem ez egyben nem csináltam bort, hanem lehúztam kesztyűvel, mert Otello, lehúztam kesztyűvel, megfog mind az ökör. Gumikesztyűvel lehúztam, meg is maricskultam. Bár a maricskulás fogalmára ugyan rákerestünk a Google-be, sajnálatunkra nem találtunk semmit. Minimál cukor, aztán hadd szóljon. Szevasz, hadd menjem. Ennyi. Egészségére, uram. Szerintem is. A Mangó Rise nevébe köszönjük. Láttam, hogy stírűz, de azt hittem, hogy baj van. Baj. Már nem úgy, hanem hogy
Ugye, tudod, hogy muzikálisan nem biztos, hogy nem vagyok tiszentágyuk. Nem vagyok tiszentágyuk. Figyelj, bármilyen zenét meghallgatunk. Kivéve azt, ami egész előző éjszaka ment, és így kezdődik, hogy a nézését meg a járását. Seci, tízbe sem vagyok. Ő a billentyűs, ha igen. Seci, billentyűs! Mário! Várjál, ide jó. Bátya, maga van a gyorszon. Gyere át, billentyűs! Te vagy az? Az eset átcsapott szabad foglalkozásba, én pontosan tudtam, mit kell tennem. És meg is tettem. Vissza, ugye most nem értettek egy kicsit belőle. Azt a k***t a szívem lába. Most a lackót is megpróbálják leíteni. Lackó, elhújsz a házi pálinkájuktól, okay. Nehogy egyel belőle. Van Isten, tehát itt a billentyűsre találkozolja! Billentyűs, billentyűsre találkozik. Tudod milyen az? Olyan, mint itt a hal a zavarósba. Igen? Na mit én? Hát én vezetek, de valami... Van olyan... Kezd égni a belem. Yeah. Fölköhőtet? Amen. Krisztus teste. Köszönöm, ne, de csak... Krisztus teste. Krisztus teste. Amen. Közben itt kemény kapás van. Mondd el te is, ki van a házban? Kozmix a házban? Mondd el te is, ki van a házban? Kozmix a házban? Tiéd az élet, tiéd a tánc, örökkétartó, ad románc. Múlnak az évek, s marad egy tánc, örökkétartó, ad románc. Szóval, a felvételek hatalmasak, mi bevalljuk őszintén, hogy a mai napig szívesen nézegetjük egy-egy próba után levezetésként ezeket a képsorokat, azonban menet közben, miközben néztük a felvételt, Lackónak támadt egy kérdése, ennek adjunk most teret, skacok. Pista, hogyha ilyen jó a horgásztársaság és ilyen jók a horgászszomszédok, akkor hogyan tudnál élni a horgászat nélkül? Hogyan tudnánk élni nélküled? Hisz rólad szól a élet. Több komolyságot. Lackó, neked melyik volt a kedvenc élményed 2015-ből? Nekem talán a Nem fáj című klip forgatása volt a kedvencem, mert az óvodában újra kipróbálhattam a játékokat, legalábbis amik nem törtek össze alattam. Nézzük meg ezt. Mindjárt jön. Jó, és ide bele ugyanúgy ugrálás, fiúk, vigyázzatok a lányokra. Mindenki lányok, te is, gyere Flóra, állj föl. Könyvet azt most nem kérjük. Az nem kell az a könyv, azt szerintem tegyük, srácok. Ugyanez lesz a feladat. 5, 6, 7 és... Itt van egy kis szünet, hát itt jön megint. Bepattog egy labda, k***a jó. Itt bulizás van. Kérem hiányát, kihívom a Brigádok brigádját. Rajzolok neked egy szivárvány. Te megfizeted a jobb királynát. Nem hagyják még a megcsinálnát. Csak kérem. Meg azt mondja, hogy kell tanulnom azt a dikezelést. Akkor is meg kell lenni. Legyen napszemcsit, és nem látszik, hogy szarul vagy annyira. Mit azért hagyjuk. Pista. Benne van azért a Veres Egyház. Igen, hát a erdőkert a sikató Pista lépegető. Kenyed neki! Romblokkal feltámasztja, amíg nincs az egyházban. Itt vagyok. 6, 7 és... Menj, gyere velem, Lackó, körbe, gyere! Telen vakarom a buksi fejemet. Hová tűnt a mindenbe hálózó szerete? Van meg, hogy hol van? Annyira megkísértés, hogy így van, rúgjam! Belemutattam az ügyszakam. Thank you.
Nem akarok repetát a menzán. Gurítsuk már le. Nem akarok tetemet ezzel szám. Ne tudsz így feküdni? Így feküdni? Föl kell menni a dombra. Mindenképp. Valahol le is kell majd gurulnod, olyan helyet válasz. Oda guruljál le. Oda menj egyenesen, és oda guruljál. Futás! Ide lefekszel, úgy guggolj, úgy ügyesen, előre. Lackó, te mindig maradj jól mögöttem, most így benne leszel. Mi lenne, ha megtartanál, ahogy... Nem kell, csak a b***gat tartja meg. Úgy, tök jó vagy, dőljál. Segítsek! Ha megint velem, letartam a kedvesben, jelen kérem szépen azt a legváros kenyeret. Még. Én becsukom a szemem inkább. Oh! Próbáltam, én is próbáltam. Ne szopass! Ez nagyon rossz volt. Akarom a buksi fejemet. Te mindenkinek a buzú szerepet. De hogy hol van? Próbálj meg a repülőre belépni. De hogy hol van? Nem mondd már, hogy ezt így kell. Na jó gyerekek, akkor ezt... Illetve hát most nem is jó be... Nem ez... De most már meg vagyok szarva egyébként most. És kicsit tele illatom. Tej? Tele. Majd egy tej. Nem kérem. Annak milyen szaga van? Valamint az anyukával. Csavarja bele. Születem ennek a... Jancsika neki kezdetéhez volt. Följutott, megéhezett neki kezdet. Na ezt is rágják rendesen azért. Most elkapjuk az összes fotós hányos sírt. Majd kiírjuk, hogy májusi számot a f***ás miatt késik. Csúszik. Utolsó. Nem akarok repetát a menzán. Még egyet? Nem akarok tettem repeteszem. Most jön megint a menzás. Figyelj, 5, 6, 7. A következő videóról nem mondunk semmit. Vigyázzat, azért van. Ó, bombok lehet. De ez, hogy is mondom, ez nagyon hideg gáz. Ez mínusz 196 fokos folyadék. Atom hidegben te kirohanál spittyúk, és egyben ránézel a másik ajtón, nem fog hang. Én mindig egy kicsit ezt nem visszatolás, hanem fuss vissza, mint egy ember. Ne esetleg! Egyébként nem voltam. Egyébként nem voltam. A kezedés idején, hanem azt csinálta, kijössz, kinézel, és ott legyen egy izélyegyen játék. Hogy gyere ki, fuss ki, szabad ki. Ránéz, és most megy vissza, érted? Hát te is úgy futsz, mint egy egér egyébként. Tehát... Hát még nyomjad, ilyen jobban nézzel ki. Ez full beteg, ez jó, mert nem ugyanolyan, mint a másik, és pont ez a poén. Gyere ki jobban, nézd ki jobban, sokkal jobban néz ki. Jobban néz ki, jobban gyere ki. Ez nagyon trend, ezek a villogó szarok. Ja, fogom. Próbáld fogni a fejét, fejt, fejt, fogd meg, Mi lenne, hogy rángatóztak? Az a baj, hogy ezt belevágtad. Inkább flasheljetek arra, hogy programozzátok azt a s***atot középen.
Olyan néz ki, annyira durva néz ki, tényleg olyan, mint a vendég. Azért ehhez izom kell, már izomlázom van. Ez most elég bökő. Tekergesd, Laci, meg innen küldjed a fütyüzést, mint az állat. Ne, Pista, nem hallja, b***r. Nyugodtan érintőképernyőzzél ezen a képernyőn, mert sose tudjuk meg, hogy érintő-e vagy nem. Hold a füstöt, halálig, tütyú. Nem kell füst, Pista. Ne a hangot fúj, ne hangot fúj, hanem levegőt, Pista! Fújjad már izomból a hangszert, légy szíves! Végre! Igen, köszönöm! Menj is ki az alsókat, egyiket csak fújj a hangszert, izomból! Azaz! Fújj a menő! Fújj a menő! Fújj a izombú! Az! Laza! Buli! Cica füst! Bulizzel! Te! Te! Mozogjál már valamit a testeddel ritmosra, b***od! Azért ne legyen, de akkor most mindig érdemes figyelni! Szerintem mutassuk meg azt is, amikor írt nekünk a kislány. Szerintem mutassuk meg a Mercit, azt kell mondani. A Mercit. Megmutatjuk, hogy letkezünk egy Mercedeshez. Ez így nem jó. Ez gyármű. Félreérthető. Na, mindjárt meg lesz, mindjárt meg lesz. Nem tudom, hogy lesz. Nem, fogalmazást nem tudhatom, mert segítsetek már. És ez is ki fog kerülni, most kezdjön el valaki hányni, mint a Stolbuci a pohárban. Na, szóval. Írt nekünk egy lány, aki 12 éves, ő így kezdte a levelét, hogy sziasztok, én egy kemény 12 éves kislány vagyok, és ő környezetem meg mindenki Justin Biebert hallgat meg, One Direction, de hogy én csak Mongolrice-t hallgatok, az üvölt otthon, viszont nem tudok elmenni egy koncertetekre sem, ugyanis 12 éves vagyok, és a szüleim még nem engednek el egyedül, hogy tudnánk találkozni, mi lenne a megfejtés. Hál' Istennek most már egyre több ilyen levelet kapunk, amiből tudjuk, hogy szeretnétek velünk élőben találkozni, viszont Merci ennek egy kimondottan érdekes módját választotta, ő konkrétan elhívott a névnapjára. Névnapja volt, Uti? Aztán szülnapja volt. Biztos, én azt mondtam neki, hogy boldog szülinapot. Én is. Névnapja volt, gyerek. Nem mondtad neki, hogy boldog szülinapot. Én azt mondtam, hogy Isten éltessen. Na, az a korrekt, mert az bármi lehet. Sziasztok, kedves nézők! Már is itt ülünk az autóba, és Vácra tartunk, ahol Merci már egy pizzázóban vacsorázgat a névnapja alkalmával a családjával, és nem is sejti, hogy a Mango Rice végül mégiscsak meg tudja oldani, hogy találkozzon vele, ugyanis a napokban ismét írt nekünk, hogy akkor vajon meg tudjuk-e oldani, hogy találkozunk valamikor, és itt mi sajnos nagyon elfoglaltak voltunk, és nem tudtunk vele találkozni, úgyhogy azt gondoljuk, hogy most még nagyobb lesz az öröm. Merci kap tőlünk egyébként egy névre szóló Mango Rice-os bögrét, kap tőlünk matricákat, illetve egy nyakba akasztót, reméljük, hogy ezzel nagy örömet tudunk majd neki szerezni, úgyhogy nem sokára összeszedjük a fiúkat, és indulunk a pizzázóba. Ott elész. Jesség, esség, csákány. Megérkeztünk Veresegyház City-be. Megérkeztünk Veresegyházára, innen megyünk majd Vácra, hogy találkozunk Mercivel és a szüleivel, és akkor innen most egy kis próbálás következik, és aztán indulunk is. Keep on watching. Szerintem ezt így rájátszunk. És hazamegyünk. Srácok, most szól itt a Mercinek az anyukája, hogy a Piccadilly... Az Londonban van. Az Londonban van, azt mondja a Lackó. Ja. Akkor foglalunk egy pár repülőjegyet. Ja, jó, oké, akkor én azt gondolom, hogy mi itt egy ilyen 20 perc, fél órát fogunk eltölteni, és akkor utána indulunk át, tehát én azt gondolom, hogy mondjuk egy óra múlva vagyunk ott reálisan. Jó, és akkor ahogy megbeszéltük, én majd csörgök, és akkor fent összefutunk gyorsan, és akkor utána meg együtt érkezünk meg, jó? Oké. Köszönöm, jó étvágyat! Halló! Halló! És a kis saj nem tudja. Ezt már kivágjuk, úgyis én már... A Pistának fogalma sincsen, mint as usual, hogy egyébként mi van. Nem is sejt semmit. Nem zavarod?
Hello! Leülhetünk? Sok? Hello! Azt hiszem. Sziasztok! Hello! Barta Ákos! Hello, Beró! Ezt a Mangorász nevében némnek adra meg egy csúszert. Gyere, fajtani fel! A tanulmányok hozzá szívesen. Ágos fel! Örvendek, szia, Márci! Nem számítottál? És még miért lepődsz meg, hogy nem beszélsz is? Semmi? No. Azt mondd neked egy dalt. Mit szólsz, hogy kell neked egy? De akkor most jó, ugye? Ez a jó most sikás. Most jó. Jó is ez. Mekkora? Ennyire nagyon. Hát hogyha véletlenül megilletődik a szobájába, az kintről észre se veszi senki. Tehát... hát akkor napokig meg van illetődve, az sose derül. Na tessék, itt a bőrgel átott. Innen is üdvözöljük a bodza papáikat, akik ezt lehetővé tették Andival együtt, úgyhogy, illetve van egy logód, ami rajta van a három legfontosabb mondat, ne legyetek idegesek, itt is megmarad, és együtt nevetek az élettel. És akkor most Mangorász hallgatás van otthon? Ilyen napon. Tőled hallottam. Mint hogyha tőled hallotta volna a Merci, hogy én... Ja, igen, én adtam neki. Ezt hallottam. Hol szerfizünk? Tartsam én, és akkor még benne leszünk. Hol van valami gomb ezen kívül, amivel fotóz? Nincs? Mivel selfie botot nem vettem. Ez egy beszólás. Katolsz, Steve, csajozós most. Nézzük meg, hogy jó lett, nehogy az legyen, hogy rosszul nézünk ki rajta. De hát te rajta vagy, úgyhogy már csak jó lehet. Tovább is van? Mondjam még. Ennyi. Szétszelfisztük az anyám. Apa közben tudja. Apa nagyfotós. Apa tudja és akarja is. Nagyon köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Szerintem 4 nap ajándékomatig ez volt a legjobb. Most akármennyi mindent is kaptam, ez volt a legeslegjobb, amit kaphattam volna. Köszönöm szépen meg az ajándékokat is. Jöjjön, Merci, pimd! Mondjuk be, hogy kérünk mindig a vesztésbe elpresegítő anyagot, ez benne van. Innen üzenjük a koncertszervezőknek. Ezt nem kell szemben. Nem kell semmi. Hát nem kell, akkor nem hoznak. Ja, de beleírjuk majd a Riderbe, tehát nem probléma. Beleírjuk a Riderbe, hogy hozzatok elpresegítő anyagot. Az nem probléma, azt eszembe van, nem fogom elfelejteni. Tényleg írd bele, mert tavaly nem írtad bele. Tavaly nem írtad bele, most 2016 van. Jó lenne, ha beleírnád, Becko. Várj, valamikor a szák hiányzik. Szak! Az anya, hiányzik néha nem.